A francia elnök háborús bűncselekménynek, az Európai Tanács barbárnak nevezte a kremencsuki bevásárlóközpont elleni orosz támadást. Az oroszok hadihajók elsüllyesztésére használt rakétákkal lőtték a plázát, ahol az ukrán elnök szerint 1000 civil volt. 18 ember meghalt, mintegy 60-an megsebesültek, sokan eltűntek. Nagy erőkkel fogtak hozzá a tűzoltó galángok oltásához és a romok eltakarításához annál a kremencsüki bevásárlóközpontnál, amelyet Oroszország hétfő délután bombázott le. Kijevi közlések szerint többen elevenen égtek meg, a holttesteket nem lehetett felismerni. A sérülteket egymás után szállították kórházba. Úgy éreztem, hogy repülök. Repeszek fúródtak a testembe. Az egész hely felrobbant, aztán összeomlott. Leestem a földre. Amikor kinyitottam a szemem, két nagy romdarab volt rajtam. Egy fiatal ember segített mindenkinek. Ő hozott ki engem is, mondta ez a sérült asszony. A pláza teljesen megsemmisült. A halottak és sebesültek mellett több mint 40 ember eltűnt. Mit tettünk ellenük? Miért gyötörnek bennünket? És nem csak Putyin, hanem az orosz nép, amely évek óta hallgatja a propagandát, mondta egy közelben dolgozó szemtanú. Az ukrán elnök szerint az oroszok szándékosan támadták a plázát. A kremencsuki bevásárlóközpont elleni támadás Európa történetének legszemtelenebb terrorcselekménye. Átlagos civilek, nők és gyerekek voltak ott, mintegy 1000-en, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. A francia államfő háborús bűncselekménynek nevezte a kremencsuki támadást. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Oroszország nem tudja és nem is nyerheti meg ezt a háborút, Ukrajnát pedig addig támogatjuk és addig maradnak érvényben a Moszkva elleni szankciók, ameddig szükség lesz rájuk, jelentette ki Emmanuel Macron a G7-ek bajorországi csúcs találkozóján. A világ legfejlettebb ipari országai tömörítő csoport állam és kormányfői kilátásba helyezték, hogy maximálják az orosz energiahordozók árát. Közben Spanyolországban már a NATO csúcs találkozójára készülnek, ahol a legfontosabb téma Oroszország Ukrajna elleni agressziója, illetve Svédország és Finnország tervezett belépése lesz.